Na mindegy, akkor ezt majd később mondom el, és addig keresem. Tehát ugye a következő van, hogy elmondom előbb a frizzt, mert az már megvan. Tehát a Kent de Graaf nevű jeles holland, eredetileg részecske fizikus, neki fogott kielemezni a frizz nyelv magánhangzóit, és azt mondta, hogy itten egy nagyjából függőleges szerkezet van. De ellenben az a helyzet, hogy az persze igaz, hogy a frizzben is az i, az ü és az u hangnak a legalacsonyabb, az első formáns frekvenciája, de határozottan nem egyformák a frizzben. A magyarban is ennek a háromnak a legalacsonyabb az első formáns frekvenciája, de hibám vagy szóráson vagy min belül egyformák. Na, ez azért ugye nem magától értető. Azon kívül a de Graaf azt találta, hogy a frizzben mind a két formáns frekvencia függ attól, hogy a magánhangzó hosszú-e vagy rövid. Általában az indoeurópai nyelvészek azt szokták mondani, hogy hát az természetes dolog, hogy a hosszú magánhangzó az zártabb, és akkor a zártabbat úgy lehet lefordítani, hogy az első formáns frekvenciája az alacsonyabb. Ugye a magyarban az i, az ü és az u a három zárt magánhangzó. És az ábrán, amit mutattam, és majd egyszer visszarakom, és addig, ha valaki elfelejti, akkor úgyis meglátja megint. Az ábrán pedig az látszik, hogy a három zárt magánhangzónak a legalacsonyabb az első frekvenciája. Ez tehát azt jelenti, hogy az a zárt hang, hát ezt korábban alkották meg ezt a fogalmat, mint ahogy frekvenciákat mértek. Tehát az a zárt hang, aminek alacsony az első formáns frekvenciája. De mitől lesz egy hang zárt? Attól, hogy a nyelv jobban megemelkedik, és közelebb van a szájpadláshoz. Vagy valami ilyesmi. És akkor ettől lesz alacsonyabb az első formáns frekvencia. És akkor az indoeurópai nyelvészek általában úgy szokták gondolni, hogy az természetes, hogy a hosszú magánhangzónál az zártabb, mert elkezd emelkedni a nyelv, és mivel hosszabb ideig tart kiejteni a hosszú magánhangzót, azért jobban fölemelkedhet. Hát magától értetődő. És tényleg így van az angolban is, és a frizzben is. A magyarban nincs. Az egy közhely volt a 80-as évek második felében, azóta ugye a számítás technika miatt inkább a szavak fölismerésére hajtottak rá, mint az egyes hangzók fölismerésére, de az egy közhely volt, hogy az o és ó, az ö és ő, az u és ú, és az i és i borzasztó gyengén különböztethető meg frekvencia analízis szempontjából. Tehát megint a magyar gyerek megtanulja azt a mamától kicsikorába, hogy attól, hogy több ideje lenne megemelni a nyelvét egy i-nél, mint egy i-nél, attól még ne emelje meg jobban a nyelvét az i-nél se. Mert a mama akkor azt mondja, hogy fiacskám, ez nem jó. Ezt nem így kell. És akkor a mama elmondja neki háromszor, és több cukrot kap a gyerek, hogyha jól ejti, tehát a gyerek egy idő múlva jól ejti. De a jó az azt jelenti, hogy mit fogad el a mama. A mama pedig azt fogadja el, amit a barátnői elfogadnának. Tehát a beszédközösség így neveli a következő generációt. Mivel a magyar beszédközösség így neveli, tehát hogy azonos legyen megint az első formás frekvencia, ezért a gyerek is megtanulja. Mivel az angol, meg a svéd, meg a frizz nem így neveli, azért ott a gyerek nem ezt tanulja meg, és hát szépen, hogyha hosszú az a magánhangzó, akkor tovább emeli a nyelvét, aztán
aztán a mama elfogadja, és akkor ez úgy marad. Na mostan, tehát akkor a következő van, hogy akkor most már tényleg arról kell valamit beszélni, hogy miért is. És akkor megint azt mondom, hogy ez már hipotézis. Tehát ugye, mivel a mamák nem úgy nevelik a gyereket beszélni, hogy előzetesen a mamának tiszta fogalma legyen arról, hogy ő most azonos első formáns frekvenciákat akar attól a rohadt gyerektől, azért az anya se tudja, hogy mit tanít a gyereknek, de a végén a mérések szerint mégiscsak azt tanítja. Miért ezt tanítja a gyereknek? És akkor most erre érdekes módon van válasz, azzal együtt, hogy egyáltalán nem biztos, hogy ez a válasz igaz. Mert ugye a választ nem tudjuk. A válasz az a néplélekben rejtezik valahogy. De mindjárt meglátjuk, hogy a válasz értelmesen hangzik. A magyar nyelv az ragozó nyelv. Na mostán, hogy pontosan mit jelent a ragozás, az egy érdekes kérdés. Mondjuk a latin is ragozó nyelv. Az orosz is ragozó nyelv, az oroszban a főnévnek 6, egyes főneveknek 7 különböző főnévragozási esete van, ami azt jelenti, hogy az utolsó szótagot az orosz tekergeti össze-vissza, és mondjuk azt mondja, hogy stol, stolá, stolu. És akkor ezek különböző ragok. Igen, de ebből összesen 60, esetleg 7. A magyarban főnévrak. 34 van. Összeszámoltam. Tehát lóval, lóhoz, lónál, lótól, és így tovább, mindenki gyűjtögessen magának, 25-öt mindenki össze tud szedni, én 34-et össze tudok szedni, de én egy kicsit strapáltam magam. Tehát először is több van. Másodszor is a magyarban minden főnév ugyanazt a ragot kapja. Tehát azokban az indoeurópai nyelvekben, amik ragozó nyelvek, az angol nem, ottan egyáltalán semmit nem rakok hozzá a főnévhez, aztán kész. De amik ragozó nyelvek, mondjuk az orosz, abban máshogy kell ragozni mondjuk a skol, az akno, vagyis ablak, és a... és mondjuk egy nőneműt. Mama. Mama, igen. Ezekhez más ragokat kell rakni, és nem csak a nem szerint van háromféle, hanem valami öt ragozási paradigma van, és akkor még nemekben is különböznek. Magyarban mindegyikhez ugyanazt rakom. Tehát lóval, asztallal, házzal, ugye, hogy van egy hasonulás, hogy a V a ragok első hangjaként az olyanná válik, mint a szótő utolsó hangja, az egy másik dolog. De viszont mégsem egyféle ragot kell hozzárakni, hanem időnként egyfélét, időnként kétfélét, és időnként háromfélét. De ez automatikus. Ez pedig a hangrendi törvény, vagy magánhangzó harmónia törvénye. Tehát például az az eset, ami azt fejezi ki, hogy én mozgok valami felé, de nem rá, hanem csak mellé, az a hoz rag. De ez három alakban létezik, mint hoz, hez, höz. Az, hogy én valaminek a belsejében vagyok, az a ban-ben, ez két alakú. A-e. A hoz-hez-höz, az három alakú, és az előtte lévő szótő egyértelműen megmondja, hogy melyik ragot kell használjam. Tehát lóhoz,
fűhöz és éghez. Miért? Hát akkor most egy pillanatra megint megnyújtom a villanyt, és azt látjuk, na jobb, hogyha melyiket rakjam föl, ezt rakom föl, és ezt az ábrát tessék nézni. Azt látjuk, hogy amikor az O váltakozik az E-vel a rakba, akkor az első formáns frekvencia azonos, és a második különbözik. Amikor az O változtakozik ővel és ével, akkor az első frekvencia azonos, és a második különbözik. És az, hogy a szó magas vagy mély vagy mi a fene, az a második frekvencia, tehát lóban és égben, illetőleg lóhoz, fűhöz és éghez. Tehát a második formáns frekvencia megmondja, hogy melyiket kell kivegyem. Abstrakte, van egy rag, ami csak azt mondja, hogy H, egy középső nyelvállású hang és egy Z, és a középső nyelvállású magánhangzót kiválasztja a szónak a szóban lévő magánhangzóknak a második formáns frekvenciája. És olyan a magyarban nincs, hogy U, Ü és I váltakozzon egymással, majd mindjárt lesz róla szó, hogy miért nincs, de olyan van, hogy U és Ü váltakozzon egymással. És olyan nincs, hogy a ragozásnál mondjuk U váltakozzon ével. Mindenki gondolja végig, amikor hazamegy, ilyen rag nincs. Tehát, ha több alakja van egy ragnak, akkor az első formáns frekvenciája azonos kell legyen, és a második formáns frekvenciája függ attól, hogy a szótőben mi volt. Hát ez azért már kezd érdekes lenni, nem? És az anyák valószínűleg azért ragaszkodnak ahhoz, hogy a gyerek szép tisztán ejtse a hangokat, ami azt jelenti, hogy az első formáns frekvenciákat igazítsa össze, mert ha a gyerek ezt nem csinálná, akkor bajba kerülne, amikor a szótőt tovább akarja ragozni. Magyarul és anyai nyelven a gyerek nem tudna szépen jól beszélni. Ugye? Tehát a gyereket leszoktatjuk arról, hogy az első formáns frekvenciát is csavargassa, mert az nagyon fontos, azt egyértelműen azonosítani kell, hogy mi. Ez a környező nyelvekben nincs. Tehát az, hogy a ragozásnál ilyen szabályok legyenek, ennek a következtében ők nyugodtan, szabadon engedhetik az első formáns frekvenciákat is, úgy egy kicsit könnyebb beszélni. Na, akkor kérem tisztelettel, tehát az első miért kérdésre akkor válaszoltam. Most jön a második kérdés, ez már nem annyira érdekes, de esetleg valakit zavar. Miért nem váltakozik egyetlen egy ragban sem a magyarban az U és az Ü ível? Hát ez megint egy hipotézis, de szerintem nincs az a nyelvész, aki kétségbe vonná. Ez pedig a következőképpen szól. A magyarban a két lépésbe fogom elmondani. A magyarban az I az egy nagyon érdekes hang a mai magyarban. Tudnélik. Vannak olyan szavak, amiben a szótőben egyetlen egy magánhangzó van, tehát egy szótagosak, és az a magánhangzó I.
És az I-ről láttuk az előbb, hogy annak jó nagy az a második formáns frekvenciája, tehát az egy magas hang kell legyen. Ennek ellenére vannak olyan szótövek, amiben egyetlen magánhangzó van, a magánhangzó I, és mély hangú ragot kap. Kérem tisztelettel, mondok olyan szót, ami két szó, de csak abban különbözik, hogy magas vagy mély ragot kap-e. Szív. Ez egyrészt egy főnév, tehát ez a szervünk itten, és másrészt egy ige. Mint főnév, magas ragokat kap. Tehát szívem, szíved, szíve. Szívben. Mint ige, mély ragokat kap. Szívok. Szívod. Ugye a szívod az mély hangú, és az az ige. A szíved az viszont magas, és az a főnév. Tehát ha csak leírom azt, hogy szív, akkor még nem tudom, hogy ez a két szó közül melyik, de az egyik mély hangú ragokat kap, a másik pedig magas hangú ragokat kap. Ugyanilyen szópára nyír, ami egyrészt egy ige, másrészt pedig, hát a fa, a nyírfa. Egy harmadik ilyen szópár az ír, ami egyrészt ugye az ige, másrészt a népnév, ugye az írek. Míg az ige az az, hogy írok. És akkor van egy csomó szó, aminek csak egy változata van, tehát nem lehet önmagával összetéveszteni, hogy úgy mondjam, de annak ellenére, hogy í van benne, ami egy magas hang lenne, annak ellenére ez határozottan mély ragokat kap. Mondjuk a bír szó, az ige, bírok, bírsz, bír, hát azon persze nem látszik, mert nincs benne magánhangzó, bírom, bírod, bírja. Ez mély. Pedig egyetlen magánhangzó van benne, azaz i, és annak a második formáns frekvenciája jó magas. Na most mi ennek az oka? Hogy mi az oka, az egy feltevés lesz, de akkor rögtön annyit levonhatunk, hogy az i zavarná ezt a magas mély szabályt, és ezért valahogy a nyelv néhány évszázaddal ezelőtt megszüntette azt, hogy az i váltakozon az u-val és az ü-vel, de az u és az ü az még váltakozhatott egymással, és azért az a ragokban megmaradt, az a váltakozás. Na és akkor most mondok valamit, és az a valami a következő. A magyar nyelv legközelebbi rokonai az a két obiugor nyelv, a hanti és a mancsi. A hantiban és a mancsiban nincs magánhangzó harmónia törvény. A finnben van. A finnben egy kicsit más, mint a magyarban, de abban is az van, hogy ha egy szótő magas, akkor magas ragot kap, hogyha mély, akkor mélyet. Ellenben a török nyelvekben borzasztó precíz a magánhangzó harmónia, és nagyjából olyanok a szabályok, mint a magyarban. Ebből ne tessék a nyelvrokonságra elhamarkodott következtetéseket levonni, mert mi mindenképpen évszázadokig török törzsekkel éltünk együtt, tehát a beszédakusztika nyilván összecsiszolódott, de a nyelvészek úgy szokták hívni, hogy oszmán török, de szóval ez a török köztársaság török nyelve, abban nem 3-3-2 az összetartozó magánhangzóknak a száma, hanem 4-2-2. Mik ezek?
U, Ü, Ü, I. O és Ö. A és E. Itt ezek váltakoznak egymással. Na most az ozmán törökben vannak tehát négy alakú ragok. Amiről csak annyit lehet tudni, hogy zárt magánhangzó van a ragba, hogy az a zárt magánhangzó a négy lehetőség közül melyik, azt a szótő dönti el, és megint mondom, hogy ez a négy hang az U, az Ü, az Ü és az I. És akkor most fölteszem, törökből nincsenek ellipsziseim. Nem tudom, hogy valakinek vannak-e ellipsziseim. Én a törökben pontokat láttam, azt nem rajzoltam föl, de erre nem is lesz szükség, tudnélik. Itt vannak, most nem az ellipsziseket mutatom, hanem csak a középpontokat, ezek a magyar adatok. Ha a magyarban is lenne egy mélyhangú i, tehát egy ü, hogy kell ezt kiejteni? Mindjárt elmondom, majd amikor föl lesz gyújtva a villany. Akkor hol lenne ez a hang? Hát mindenki látja, hogy hol lenne. Hát itt van neki hely. Ugye itt van az U, itt van az Ü, és ott fönt van az I. Itt van neki egy hely. Tehát valahol itt kellene legyen a magyarban a mélyhangú I, ha volna. Meg tudnám mondani körülbelül a rezgés számokat. Csak nincs. Na mostan az ozmán törökben ó van és ő van, és é nincs. Tehát azt akkor tessék lehagyni róla. És a van és e van, és azok föltételezhetően nagyjából ott vannak, mint a magyarban. Na, akkor kérem tisztelettel, tehát látjuk, hogy váltakozhatna az i is az u-val és az ü-vel, de az kétféle i kellene, föltehetően, és az nincs, ezért nem váltakozik velük. Na mostan akkor. Az észtben van egy érdekes hang, amit gyakorlatilag senki, aki nem észt, nem tud kiejteni, és az pedig az ó-ő rendszerben helyezkedik el, és mindjárt mondom, hogy hogy kell olyan csinálni, és akkor mindenki próbálkozhat vele, hogy kiejtse. És aztán, hogyha találkozik egy észttel, akkor kérdezze meg, hogy jól ejti-e. Én nekem nincs benne gyakorlatom, de tökéletesen meg tudom mondani, hogy kell csinálni. Tehát, mi történik akkor, amikor mi nem útejtünk, hanem ütejtünk? Hát a második formáns frekvencia magasabb, valamit csinálok a nyelvemmel. Igen. De mi van akkor, amikor én nem ítejtek, hanem üt? Az i-nek a második formáns frekvenciája magasabb, mint az üjé. Tehát az üjé alacsonyabb, mint az ijé, de magasabb, mint az újé. Hát persze, már magas hang. De mitől alacsonyabb, mint az i? Na, hát ezt könnyen meg lehet mondani, és megint azt kell mondani, hogy a magyar nyelvtannak az alapfogalmai régebbiek, mint hogy valaki egyetlen frekvencia analízist végzett volna, mert magyar nyelvtan már volt, amikor még gramofon se volt, és a magyar nyelvészek akkor azt mondták, hogy az ű az zárt és magas hang, de ajak kerekítéses. Tehát az ember úgy csinál íből üt, hogy ez ínél szét van húzva a szája, és úgy nagyjából ilyen keskeny, viszont az ünél csücsörít, kerekíti. Ugye? Na most, miért lesz a második formáns frekvencia alacsonyabb, ha kerekítjük a szánkat? Hát nem attól lesz alacsonyabb, hogy kerekítjük, hanem attól lesz alacsonyabb, hogy kicsit csücsörítjük is ilyenkor, és hosszabb lesz itt ez a rezgő üreg, ami a
szájpadlás vége és az ajkak között van, és hogyha hosszabb az üreg, akkor egy kicsit alacsonyabb lesz a frekvencia. Tehát, hogyha én ajakkerekítéssel mondok ki egy hangot, akkor annak a második formáns frekvenciája alacsonyabb lesz, mint a nem ajakkerekítéses. És hogyha nem finnugor vagy török nyelven beszélő mondja, akkor valószínűleg az első formáns frekvencia is megváltozik, de az nálunk nem tud. Na tehát, hogy ejtünk mély hangú ít? Hogy ejtünk török ü hangot, ami például a basi szóban van, amit a török nem basának mond, az ott nem a, csak a magyarnak akkor már nem volt meg a mély hangú üje, és ezért úgy hallotta, hogy basa, az basi, hogy csinálunk ilyen? Hát képzeljük el, hogy egy út akarunk ejteni, de nem hagyjuk a szánkat kerekedni és csücsörödni, hanem továbbra is így széthúzva, tehát ez ilyen hosszúkásra hagyjuk. Tehát valami ő-szerű hang. Ezt a török gyerek megtanulja gyerekkorában, és utána különösebb erőfeszítés nélkül ejti, míg mi nem tanuljuk meg gyerekkorunkba, és ehhez fizikusnak kell elmenni előbb, hogy az ember megtanulja a rezgő üregeknek a tulajdonságát, és nyelvésznek, hogy megtanulja, hogy melyik hang ajakkerekítéses, és melyik nem, de utána már mesterségesen tudunk ilyen ejteni. Tehát nem csak az a helyzet, hogy én azon az ábrán meg tudom mondani azt is, hogyha a magyarban lenne ilyen hang, akkor melyik frekvenciáknál lenne, hanem némi tudatos erőfeszítés után ki tudom ejteni. Az más kérdés, hogy egy törököt kellene megkérdezni, hogy jól ejtem-e. Na mostán, az észtnek van egy hangja, ami az ének, nem az ének, tehát a középzártnak, a mély hangú változata. Ez nem, hogy a magyarban nincs, ez gyakorlatilag semmilyen másik európai nyelvben sincs. Hogy csinálom ezt? Az ének a mély hangú párja a magyarban az ó. Igen ám, de az ó ajakkerekítéses. Hát most hagyjuk el az ajakkerekítést. Tehát tartsuk a szánkat úgy, mintha ét ejtenénk, de a torkunkat megkezeljük úgy, mintha ót ejtenénk, és akkor ezzel mindenki elszórakozhat, és akkor kiejt egy hangot, amire mindenki Magyarországon azt mondja, hogy ez egy képtelen hang, de az észteknek van egy ilyen. Na hát akkor mostán kérem tisztelettel. Továbbra is ott tartunk, hogy a magyarban a mély hangú i, tehát az ü hang nincs. De ott hiányzik valami a frekvencia diagramon, tehát az olyan zavaró, hát miért is nincs? Hát a töröknek van, hát miért van a töröknek, és miért nincs nekünk? És így tovább. De akkor most az a kérdés, hogy vajon régen volt-e? A régen az mondjuk 1000 év. És akkor erre azt mondja az ember, hogy hold biztos, hogy régen volt, mert különben nem tudná mindenki, hogy a bír szótőhöz mély hangú ragok járulnak, pedig í van benne. Tehát a mai magyar í hang az egy mély hangú ü és egy magas hangú í közös utódja. És még valahonnan emlékszünk rá, hogy ez mély hangú, és mély hangú ragokat kap. A bír. Nem a bír az egyetlen ilyen, mondjuk a híd. Az is mély hangú, hát ragozza végig valaki magába is látja. Na mostan akkor egy még kalandosabb kérdés az, hogy vajon manapság nincs-e még mindig valami különbség a két í hang között, mert hogyha nem volna, akkor az emberek legalábbis gyerekkorukban hibákat követnének el, hogy milyen ragot tesznek egy csak itt tartalmazó szótőhöz. Erre a kérdésre nem tudok válaszolni. Évekig jártam a beszédakusztikusok nyakára,
hogy ezt a kérdést vizsgáljuk meg, ők hajlamosak is voltak, nem voltak benne fanatikusak, de néha hajlandók voltak ebbe betársulni, és néha az volt a gyanúm, mintha látnánk valami különbséget, tehát a megmért görbéken, néha meg az volt, hogy nem látunk. És a dolog ennyiben maradt. De egy kolléganőm, aki horvát anyanyelvileg, ha bár ő tagadja, és ő azt mondja, hogy magyar az anyanyelve, de azt is mondja, hogy az anyja is ezt szokta állítani, de az anyja téved, mert az anyjának az anyanyelve horvát volt, és erre ő rájött. Tehát nem mindig tudja az ember, hogy beszélt gyerekkorában, egészen kicsi korában. Szóval a kolléganő azt állítja, hogy nekem mások egy kicsit a magánhangzóim, mint a többi kollégájának. Na mostan ez vagy igaz, vagy nem igaz, de ez azt jelenti, hogy amikor az ember saját maga hallás alapján akarja eldönteni, hogy hány i van a magyar nyelvben, az nem megbízható. A fizikai módszerek a megbízhatóak, de nekünk ezt a kérdést azok alkalmazásával sem sikerült eldönteni. Na akkor miért beszélek róla? Azért, mert viszont a szlovákban van válasz. Csak kétféle. Az én anyám és az egyik nagynéném az a Duna fölött született, és a polgári iskolát szlovákul járta. Magyar anyanyelvű volt az egész falu, de polgári iskola az már városban volt, és azt az állam tartotta fönn. Tehát ez Nyugat-Szlovákia. Ők azt mondták, hogy a szlovák helyesírásban kétféleképpen írják az i-t, i-vel és y-nal. De, mondták nekem, a két i-t teljesen ugyanúgy kell kiejteni, és a gyerekeknek ezt úgy oktatják, mint mi, a j és az l-y közötti különbséget. Tehát van egy lista szavakból, amikben y-t kell írni, és nem itt, és a gyerekkel bemagoltatják. És ez a vibrané szlova, tehát a válogatott szavak. És akkor a gyerek ezt bemagolja, és akkor későbbiekben már tud helyesen írni. Tehát ez volt a Nyugat-Szlovákiában polgári iskolába járt, ez a 20-as, 30-as évek rokonaimnak a válasza. Ezzel szemben van nekem otthon egy elemi Tóth nyelvtan nevű nyelvkönyvem, amit 1919-ben adtak ki Budapesten, hát ugye a népiskolai tanítók és nem tudom ki számára, aminek a szerzője kelet-szlovákiai volt. Sáros megyéből, Sáros megye az, tessék Jókait olvasni, arról nevezetes, hogy ott az emberek hibás magyart, hibás szlovákot és hibás németet szoktak keverni egymással. Legalábbis Jókai idejében így volt. Sáros megye még valamiről híres, azt majd mindjárt elmondom, de annak nincs beszédakusztikai vonatkozása, nyelvi van. Na de, szóval ez a sárosi szerző, ez egy csomó példamondatot adott, amire a nagynéném azt állította, hogy ez hibás szlováksággal megírt szlovák példamondat. De azt meg láttuk, hogy a magyar példamondatai is időnként hibásak. Hát egy sárosi szerzőtől ezt várja az ember. De viszont mit mondott a sárosi szerző, Gerő Jánosnak hívták egyébként, mit mondott az i és y kérdésére? Azt mondta, hogy ez egy nehéz kérdés, mert ahhoz oda kell figyelni, hogy az i és az y hangot megkülönböztesse az ember, de az i kétségkívül egy vékonyabb hang, míg az y az hátrább képződik a torokban. Tehát 1920-ban Kelet-Szlovákiában volt különbség az i és az y között, míg Nyugat-Szlovákiában nem volt. Magyarországon a magas és a mély hangú i már 1920-ban is valószínűleg egyformán hangzott,
valószínűleg több száz évvel ezelőtt hangzott máshogy, de még mindig nem vagyok benne egészen biztos, hogy valami nagyon finom akusztikai mérésekkel nem lehetne szétválogatni, de ez senkinek nem sikerült. Na most akkor elmondom a másik történetet, az rövid, nyelvi szempontból érdekes, akusztikailag nem. Hát kérem, volt egy Poniatowski nevű lengyel, hát nemes ember természetesen, és a lengyeleknél nem volt különbség a köznemesség és a főnemesség között, az hivatal volt a lengyeleknél. Tehát ez egy lengyel nemes ember volt, aki azonban magas hivatalokat töltött be. És egy időben ő valamelyik dél-lengyelországi megyének volt a starosztája, ami Magyarországon a főispán lett volna. És ugye abban az időben 13, mások szerint 16 felvidéki város el volt zálogosítva a lengyel királynak. Ezt még Zsigmond zálogosította el, a Zsigmondnak állandóan pénzzavarai voltak, és egy alkalommal 16 város, hát nem nagy város, de város, ilyen középkori tisztességes városokat zálogba adott a lengyel királynak bizonyos számú aranyért, erre különböző állítások vannak a történelmi irodalomban, de nem egy óriási összeg. És akkor azt mondta, hogy majd amikor lesz neki, akkor visszafizeti, addig a lengyel király az ottan szedheti az adókat. Na igen, de hát hogyha az adókat szedi, akkor a közigazgatást is bevezette, tehát ezt a 16 várost, ezt a lengyel törvények szerint igazgatták, dacára annak, hogy Magyarország területén voltak. Ez 16 ilyen kis szigetke volt. Na mostan a dél-lengyelországi megye starosztája az szépen csinált egy körutat ebben a 16 városban, hát ugye ezek is az ő felügyel alá tartoznak, most megnézi őket. És aztán olyan élményei voltak, mert ugye amikor nem éppen a városban volt, akkor látta a magyar nemeseket mulatozni, meg nem tudom mi. Ezek a magyar nemesek, ezek leginkább szlovákok voltak, de ez megint egy nyelvi kérdés, szóval ezt én szlovákul mondanám, akkor nem hangzana ennyire őrülten. Tehát általában szlovák nyelvű volt az a nemesség, amit azonban hát az magyar nemesség volt, szóval a Magyarország nemesei voltak, és akkor azok máshogy mulatoztak, mint a lengyelek, és hát Borti volt mind a kettő, de hát mást énekeltek hozzá, meg nem tudom, és akkor ezeket a Poniatowski leírta. Poniatowskiból később Lengyelország királya lett egy időre, aztán még később Lotaringia királya volt, mert a lányát hozzáadta azt hiszem a 14. Lajoshoz, de szóval a francia királyhoz, és akkor a francia király egy általa meghódított területet odaadott neki, hogy a Poniatowski ottan királykodjon, hát mégis az apósa, ugye. Na szóval ez a Poniatowski a következőt írja le. Sáros vármegyében utazik. Ugye ott is volt egy vagy két város, ami hozzátartozott, de most nem a városban van, hanem egy ilyen lóváltó helyen, már szóval postaállomáson van, és a következőt látja. Hát azzal kezdi, hogy Magyarországon még a nők is tudnak latinul. Ugye Lengyelországban a nemes emberek tudtak latinul. Jól vagy rosszul, de tudtak. De az asszonyok nem tudtak latinul. Magyarországon a nők is tudnak latinul, írja. Sőt, és akkor elmondja a történetet. A történet az, hogy a postamester felesége, szóval ottan különböző társaságok vannak, mert ugye ottan letelepedtek megebédelni, és a Poniatowski társasága az egy tűz körül ül, és húst sütnek. Hát ez nem vendéglő, ez postaállomás, tehát ha nem akar a meglévő készletből enni, akkor a vele hozott dolgokat elkészíti. Szóval Poniatowskiék sütik a húst. És a postamester felesége odaszól a kutyának, tehát a posta kutyának, ugye a postaállomás kutyájának, hogy menjen oda, és nyalja föl a lecsorgó zsírt.
És, mondja a Poniatowski, a kutya megértette. A postamesterné latinul szólt a kutyához. Mondom, Sárosvár megyében vagyunk. Tehát nem egészen triviális, hogy hogy kellene a postaállomáson beszélni, ahol a nép hibás magyar, hibás szlovák és hibás német nyelven beszél. A postamester tud latinul, mert ő neki mindenkivel értekeznie kell. Emiatt a postamester felesége is tud latinul. A postakutyát történetesen latinul tanították meg. És nem magyarul, tótul vagy németül. Hogy miért, azt nem tudom, de ezt a Poniatowski jegyezte föl, aki később kétszer is király lett. Na, szóval most ezek után Sáros vármegye beszédakusztikája az egy érdekes kérdés, de határozottan ezt írja a Gerő János, az elemi szlovák, elemi tót nyelvtan című könyvében 1919-ben. Tehát, hogy van-e kétféle i, vagy nincs kétféle i, az még egy nyelven belül sem egyértelmű, és a mai magyar beszédakusztikában ez a függőleges szerkezet, ez hiányos, mert nincs egy i hang, és hogyha lenne, akkor sokkal szabályosabb lenne, de most emiatt nem fog mindenki felnőtt korában megtanulni ütejteni. Habár annak idején, amikor oroszt kellett tanulnunk, akkor jól jött volna. Na, szóval a helyzet az, hogy ennyit erről a függőleges szerkezetről, és ennyit a hozzánk közelálló nyelvekről, most szándékosan nem rokon nyelvet mondok, mert én meg vagyok győződve, hogy az ugor nyelvek közelebb állnak hozzánk, mint a török nyelvek, nyelvtanra, meg genetikailag, meg mi. Még a finn is közelebb áll, de azért valahol a török is rokon, ha távolabb is, és beszédakusztikára viszont a török van közelebb. Hát, édes Istenem, legalábbis magánhangzókra. Mással hangzókra az egy másik kérdés, mással hangzókat sokkal nehezebb tanulmányozni, és ezért kevésbé is tanulmányozzák. Bonyolultabb mérés. Na mostan akkor. Akkor most még egy. Most jönnek mással hangzók. Mással hangzókról keveset akarok beszélni, azért is, mert nincsenek itt mérési eredmények, meg mi egyebek, de azért valamit beszélek. A következő a helyzet. A magyar az a többi európai nyelv mintájára betűírással ír. Ugye a japán nem, a japán a szótagíró. Miért írnak az európai nyelvek betűírással és nem szótagírással? Hát, egyszerű válaszolni. Ha valaki nek van ráérő negyed órája, amikor egyedül van, és éppen nem tud mit csinálni, akkor próbálja ki, hogy hányféle olyan szótagot tudna csinálni, amiben csak egy O hang lenne, de a mással hangzók azok tetszőlegesek. Hát sokat. Sokat bizony, mert gyakorlatilag bármelyik mással hangzót rakhatja az O elé, és akkor még az A után is rakhat. És akkor ez nem tudom, hogy 30 a négyzetem vagy valami ilyesmi, és az már 900, és akkor képzeljük el, hogy csak ott tartalmazó szótag volna 900, és akkor ott tartalmazó szótag is volna 900, hát eléggé nehéz lenne így írni. Miért tud szótag írni a japán? Hát azért, mert a japán nyelvnek egyetlen kivételtől eltekintve az a szabálya, hogy csak magánhangzóra végződhet szótag. Az egyetlen kivétel az, hogy N-re végződhet, ezért van neki egy külön jele az N-re, és hogyha magánhangzó után még van egy N, akkor azt odarakja.
És akkor, ha csak egymással hangzó és egymagánhangzó van, akkor már csak 30 féle szótag van, amiben A van, de a japánban még kevesebb is a mással hangzó, és akkor emiatt az egész japán szótagírásban 72 jel van, és 72 jelet azt már meg lehet tanulni. És akkor ezért a japán írás az a milyenhez képest egy gyors írás. De ezt az európai nyelvekkel nehéz lenne megtenni. Ennek ellenére, várjunk, fokozatosan közelítek hozzá. A székely rovásírás ugyanolyan betűírás, mint a latin betűs magyar írás. Egyetlen kivétellel. A K-t jelölő betűből kettő van, egy magas magánhangzó előtt vagy után, és egy mély magánhangzó előtt vagy után. Miért van ebből kettő? Hát mit tudom én? Hát a székely rovásírást valamikor a honfoglalás utáni első 1-2-3 században átdolgozták, ez egy nyugati türk rovásírás volt, de átdolgozták a magyar nyelvre, és maga az is egy érdekes kérdés, hogy miért, és erre sem lehet tudni a választ, de, és akkor lényegesen megváltozott neki a helyes írása. De az ember azt mondja, hogy ha most kétféle K van benne, akkor talán régen is kétféle K volt benne. És akkor mostan viszont az a helyzet, hogy a török nyelveket manapság írják latin betűkkel, tehát a Mustafa Kemal Atatürk ugyanaz, aki megtiltotta az állami szolgálatba a fejkendő viselését, meg egy csomó ilyen dolgot, az 24-ben vezette be a latin betűs írást az arab betűs helyett. Hát az jobb is volt a török nyelven, mert az arabok nem jelzik a magánhangzókat. De egy csomó török nyelvet a 20. században ciril betűvel írtak, de írtak török nyelvet arab betűkkel is, például az ozmán törököt 24-ig, de még perzsa betűkkel is írták, tehát a török nyelveket sokféle módon írtak, de volt egy eredeti, saját török írás még a 8. században. És ez az orkhoni feliratoknak az írása. Ez volt az ótörök kaganátus, de ez nem az első török állam volt, hanem már ez is a 3. török állam volt. Mondom, 8. század, és a 2 vagy 3 nagy kánnak a sírján vannak ilyen kőbevésett szövegek, egy eposz, meg nem tudom mi. És hát ezek kőbe vannak vésve, következésképpen fönnmaradtak, és az 1800-as évek végén egy Tomsen nevű, nem svéd, finn nyelvész elment, lemásolta, és aztán megfejtette. Miért ment el a Tomsen az Orkhon vidékére? Hát azért, mert az akkor az orosz birodalom része volt, most Mongólia. És a Tomsen, mint finn, a cár alattvalója volt, tehát ő utazhatott az orosz birodalomban, míg egy svédet nem engedtek volna be a Távol-Keletre. Esetleg beengedték volna Szentpétervárra, de Távol-Keletre nem. Ugyanilyen okból fedezte föl Przewalski a Przewalski lovat, tehát a vadlovat, az is ott a Mongólia határán. Ő ugyanis cári lengyel volt. Tehát ő is utazhatott keletre. Míg hogyha ő porosz lengyel lett volna, akkor nem engedik el olyan messzire, ahol a Przewalski lovakat megláthatja. Tehát a Tomsen odament, lemásolta az írásokat, utána néhány évig nézte, és aztán megfejtette. Hát a szogd írásból fejlődött ki az orkhoni rovásírás, és az orkhoni rovásírásból fejlődött ki az összes többi rovásírás, tehát végső soron a székely rovásírás is, csak az már sok évszázados fejlődés. És a szogd írás szótagírás volt. Az orkhoni
türk rovásírás nem volt szótagírás, de alkalmazott egy trükköt. Volt benne 10 mással hangzó, ami különböző jelet kapott a szerint, hogy utána magas vagy mély magánhangzó jött. Ezzel szemben az orkani rovásírás nem különböztette meg az O-t az E-től, és az O-t az Ö-től. Miért is nem? Hát mert hogyha jelöli a mással hangzón, hogy magas vagy mélye a magánhangzó, akkor már minek jelezze a magánhangzón? Ha? Na de, most jön a lényeg. A K hangnak 5 írásmódja van az orkani türk rovásírásban. És azonnal megmondom, hogy az utána következő magánhangzó szerint mi ez az 5, csak ehhez elő kell szedjem a puskát, ami egy művem, ami még 1989-ben jelent meg egy akusztikai folyóiratban. Na, tehát a következő van. Ezért van a székely rovásírásban még mindig 2 jel a K-ra, míg a többire csak egy van, mert a K valahogy annyira különbözik az utána következő magánhangzó miatt, szerint, nem kíván törlendő, hogy teljesen mást hallottak, és akkor az egy normális ötlet volt, hogy akkor máshogy is írják. Na kérem. Ez most a magyar nyelvből van. Tudnék, az Olaszi Gábor által vezetett csoport valamikor 1982-ben a Magyar Posta számára hát ők akartak csinálni egy ilyen mesterséges beszédgeneráló programot. Ez arra lett volna jó, hogyha megváltozik egy telefonszám, akkor nem egy postásnak kell állandóan bemondania, hogy a szám megváltozott, és hívja a 364-552-t, hanem a gép. Na és akkor ők arra az eredményre jutottak, hogy külön mással hangzókból és magánhangzókból nem tudják összerakni, de mással hangzó, magánhangzó párokból már igen. Na és a K. Határozottan más a K-nak a kiejtése. U, O, E, Ő és I előtt. Ez most 5. És az orkhoni feliratokon 5 különböző K betű van.